Hello mindenki, ismét algoritmusok és adatszerkezetek, ismét rendezés, hiszen már annyira jó megy nekünk a rendezés, és most a gyors rendezéssel fogunk megismerkedni, ami arról kapta nevét, hogy nem lassú. Oké, pár szót a motivációról. Rendezni fogunk, menjünk tovább. Ezt már nagyon nem akarom ecsetelgetni. Nézzük, hogy a gyors rendezés az miben más, mint az eddigiek, illetve miben hasonlít például a legutóbbihoz. Abban hasonlít, hogy itt is az oszd meg és uralkodj elv az, ami uralkodik, azaz hát rekurzív függvényt fogunk használni, rekurzív hívásokkal fogjuk eszközölni a globális probléma megoldást. Az ő esetében könnyebb megérteni a működést, mint az összefésülőnél, ezért is gondoltam, hogy jobb lesz, hogyha előbb a mély vízen túltesszük magunkat, és akkor jöhet a következő, a gyors rendezés, ami szintén rekurzív lesz, mégis valamivel érthetőbb. Miről szól akkor ez az oszd meg és uralkodj rekurzív hívós elv, hogy magát a problémát megpróbáljuk részfeladatokra felosztani. Egy részfeladat elvégzése a problémának csak egy részét oldja meg, viszont ezek összes végrehajtása, együttes végrehajtás, ez jobban hangzik, megoldja globálisan a teljes problémát is, és itt a részfeladat az azt jelenti, hogy egy bizonyos szegmensét végezzük el a teljes feladat megoldásnak, és a többi részfeladat is tulajdonképpen ugyanez, csak más konfigurációval, más részére vonatkozóan a bemenetünknek, esetünkben most akkor a számsorozatokra értem ezt a sztorit. Hát hogyan néz ki akkor ez az ő esetében? Lesz nekem egy rendezendő tartományom, ugyanúgy, mint ahogy ott is volt, adott lesz, hogy mely az a része a teljes sorozatnak, amit most éppen rendezni szeretnék az adott függvényhívás alkalmával, nyilván a legelső alkalommal ez úgy fog indulni, hogy a teljes sorozat. Ennek a rendezendő tartományomnak kijelölöm egyetlen egy elemét, hogy melyik az az változó, majd valamit kitalálunk, erre többféle lehetőség is van. És a célom az, hogy ezt az elemet a helyre mozgassam úgy, hogy elé pakolom most jelen esetben a nála kisebb elemeket. Szóval nem is az a lényeg, hogy a helyére mozgassam, hanem hogy az elé pakoljam a nála kisebb elemeket, melynek következtében belátható, hogy az elem a helyére fog kerülni. Előtte lesz mindenki, aki nála kisebb, mögötte lesz mindenki, aki nálam nem kisebb, akár mondhatjuk, hogy nagyobb, de hát lehetnek egyenlők is, és ő biztosan a helyére fog kerülni. Miután a helyére került, van előtte is egy rész, mögötte is egy rész. Nem garantált, hogy rendezett, sőt, valószínűleg nem az, viszont ő vele már nem kell foglalkoznunk, az előtte részre vonatkozóan ugyanúgy meghívjuk ezt az eljárást, és a mögötte lévő részre vonatkozóan is. Ahhoz szintén ugyanaz megtörténik, hogy egy elemet a helyére pakolgat, és akkor ezt követően marad az előtte lévő rész, utána lévő rész, és akkor ez ismétlődik újra és újra, egészen addig, amíg már nem lesznek rendezendő részek. Hát mikor nem rendezendő egy rész, hogyha nincs benne már legalább két elem, akkor már nem kell vele csinálni semmit. Szóval egy idő után, ha mindent jól csináltunk, akkor a rekurzív hívások befejeződnek majd. Ez abban különbözik az összefésülő rendezéstől, hogy itt először jön a dolognak a produktív része, megcsináljuk, amit meg kell csinálni, tisztában vagyunk vele, hogy mit tettünk le az asztalra, és ezt követően jön az, hogy ugyanezt a műveletsort ismételjük meg, az előtte lévő, illetve az utána lévő részekre vonatkozóan, hogyha a függvénynek egy futása, mondjuk a teljes sorozatra nézve, helyére mozgat egy elemet, és utána ugyanezt fogom alkalmazni az elem előtti meg utáni részekre vonatkozóan is, akkor ebben egyértelműen látom, hogy szép lassan minden elem a helyére fog kerülni. Az összefésülő rendezés ezzel szemben viszont kevésbé volt úgymond beszédes, ugyanis ott előbb hívtuk meg a rekurzív hívásokat, és csak utána kezdtük el az összefésülést, bízva abban, hogy már elkezdhetjük az összefésülést. Ugye ott arról volt szó, hogy a csoda maga akkor történt, amikor mi csak egy helyben ültünk és vártunk. Az összefésülő rendezésnek az elve az tisztán olyan, mint amikor túlbuzgó MLM-es üzletkötők, akik nem teljesen értik az MLM-nek a működését, arról akarnak meggyőzni téged, hogy nem kell eladnod semmit, hanem csak építsd a csapatot, és akkor majd jön a nagy lóvé, és iszonyat gazdag leszel, és te meg jogosan kételkedsz, hogy hát oké, de ha senki nem csinál semmit, és mindenki csak csapatot épít, akkor honnan lesz a lóvé?
Szóval itt jobban érezhető, hogy a végén majd mi vezet a teljes megoldáshoz. És épp itt az ideje, hogy szemléltessem is ezt, amit az előbb elmondtam. A gyors rendezésnek ez az alapelve. Adott a sorozat, amelyet rendeznem kell. És akkor, ha már rekurzív függvényről beszélünk, és paraméterezhető függvényről van szó, akkor ez úgy néz ki, hogy én meghívom a gyors rendezést, a sorozatom esetén egy adott tartományra vonatkozóan, szóval tartomány aljában és tetejében gondolkodunk, ami első alkalommal nyilvánvalóan a teljes sorozat, csak hogy ezzel azért nem baj, hogyha tisztában vagyunk. A teljes sorozatot rendezni akarom gyors rendezés segítségével. Az első lépés, kiválasztunk egy elemet. Ennek többféle módja is lehet, próbálhatjuk a középsőt, próbáltunk véletlenszerűen akármi, mi most egyszerűen a tartományunk alján lévő elemmel foglalkozunk. Ez most akkor a 37-es. A következő műveletsorozat azt kellene, hogy eredményezze, hogy minden a 37-esnél kisebb elem az a 37-es elé kerül, ő pedig egyértelműen elfoglalja méltó helyét a sorozaton belül. Ő már biztosan a helyén van, őt már nem kell bántanunk. Viszont az előtte lévő és az utána lévő részek még nem tökéletesek. Mi történik ezt követően? Jön egy rekurzív hívás, ugyanezt a műveletsort szeretném eszközölni a 37-es előtti tartományra vonatkozóan, illetve az utána lévő számokra vonatkozóan is. Ezeknél ugyanez a műveletsor fog ismét megtörténni, kiválasztom az első elemet mindkettő esetén, és akkor a kisebbeket elé mozgatom mindegyik esetén. Így akkor most már a 27 is a helyén van, meg a 82 is a helyén van, majd a történet eszerint megy tovább, felosztjuk ott is két részre, az előtte lévő részre, meg az utána lévő részre, ugye a 18-as, a 30-asok, 65, 62, 96, 92 és így tovább, és ezeknél ugyanez a folyamat zajlik. Nyilván a 18-as esetén már nem fog történni semmi, mert ő egyedül van, a 30-30-nál elméletileg történik vizsgálódás, de ott nem különösebben változik senki, ha a 65-nél meg a 96-osnál látszik, hogy ott lényegében egy csere történik, hát elétettük azt, aki náluk kisebb. És akkor itt is, mivel még két elem volt, valakit a helyére tettünk, és akkor van előttük, esetleg utánuk még fennmaradó rész. Jó, ilyenkor az fog történni, hogy az üres részre vonatkozóan is meghívjuk magát a függvényt, csak ő ott már tudni fogja, hogy a darabszám tekintetében már nincs mivel foglalkozni. Úgyhogy a példa csak a 30-as, 62-es meg a 92-eseknek a hívását mutatja, de ott is azonnal befejeződik a futás, hiszen ők már csak egyedül vannak. Nincs mivel foglalkozni. Ugyanabban a tömbben dolgozik az összes függvény hívás, és ha minden igaz, akkor nem fognak egymásnak bezavarni, hiszen a helyre mozgatott elemmel már nem foglalkozunk, azután pedig csak kizárólag az elejére, mármint az előtte lévőre, illetve kizárólag az utána lévőre eszközölünk hívásokat, azoknak pedig nincs metszete, szóval emiatt nem kell aggódnunk. Amikor a rekurzív hívások befejeződtek, akkor, ha minden igaz, minden szám szépen a helyére került, és hogyha kiiratjuk a tömböt, akkor azt látjuk, hogy sorban vannak. Lenyűgöző, nagyon jó, ezt csinálja a gyors rendezés, ennyi. Szóval fog egy elemet, helyére mozgatja, előtte lesznek a kisebbek, és ezt ismétli az előtte és az utána lévő tartományra vonatkozóan is. És mivel ez rekurzív, addig is addig ismétlődik, amíg még vannak rendezendő tartományok, majd a rekurzív hívásoknak a befejeződésével mindenki a helyén van, ha mindent jól csináltunk. Ennyi maga az elv. Ami kérdéses, hogy hogyan történik ez, hogy az elem elé pakolgatom a nála kisebbeket, ő pedig a helyére került, tehát nyilván ez nem mindegy most. Oké, látványos volt, hogy ott szépen mindenki elé kúszott, de azért lássuk, hogy alacsonyabb szinten, amikor írjuk a programunkat az alapvető eszközeinkkel, akkor ez miként is valósul meg. Ehhez van egy tömbünk, egy 10 elemű tömbünk, benne vannak a számok, törekedtem arra, hogy ne legyenek rendezve, és mi most megvalósítjuk az egyik számnak a helyre mozgatását. Tehát én itt most nem fogom levezényelni a teljes gyors rendezést, csak kizárólag azt a kérdéses részt nézzük meg, hogy a kiválasztott elemet hogyan fogom a helyére pakolgatni úgy, hogy előtte lesznek a nála kisebbek. Mert hát ez a legfontosabb része magának az algoritmusnak, amit jobban szemügyre kellene vennünk.
Hát először is kiválasztunk egy elemet, és most legyen ez a tartomány első eleme. Nem a nulladik elem, hanem a tartománynak az első eleme. Ez első lépésben nyilván a nulladik lesz, mert az kezdeti tartományunk az a teljes sorozat, és annak az első eleme a nulladik, csak ne felejtsük el, hogy itt rekurzív hívásokkor mindig lesz egy dedikált tartomány, aminek van egy egyedi alja, meg egy teteje, és nem feltétlen a nulla, és nem feltétlen az N-1. Nem tudom elégszer elmondani, azért mondom el többször. Most esetünkben a nulladik van legalul, őt kellene a helyre mozgatni, illetve elég kellene a nála kisebbeket rakosgatni. Szóval, van a tartomány alján lévő érték, akit majd össze fogok hasonlítani másokkal. Emellett én külön jelölöm azt, hogy meddig tartanak a nála kisebb számok. Most a nyilacska direkt azért szürke színű, hogy ne higgyük, hogy az azért van ott, mert ő mutat a nulladikra, hanem ő fogja majd azt jelezni, hogy hova kell pakolgatnom majd a kisebb értékeket, illetve meddig tartanak a kisebb értékek, hányan vannak a nála kisebb értékek. Most ő nullára mutat, mert nulla, tehát nincsen egy darab se. Majd amikor írjuk a programot, akkor természetesen nem nullára fog mutatni, hanem a tartomány aljára, csak így hát, hogyha most beszédesebb, ha azt mondom, hogy ő azt jelöli, hogy hányan vannak a nála kisebb számok. De lényegében azt fogjuk jelölni vele, hogy meddig tart a nála kisebb számoknak a sorozata? Valahogy így. Majd mindjárt érteni fogjuk. Valahányszor találni fogok egy nála kisebb számot, akkor én ezt mindig egyel feljebb léptetem, és oda fogom őt betenni. És így pakolgatjuk majd újra és újra, és a legvégén ez a nyíl ez pont oda fog mutatni, ahova nekem a 37-est el kell helyeznem. Ez többek között azért is jó, mert hogyha pont úgy alakul ki az adott tartomány, hogy nincs nála kisebb, akkor őt lényegében pont ugyanoda fogom visszahelyezni, ahol amúgy is volt. Tehát ez ebből a szempontból is jó lesz. Na de majd mindjárt látni fogjuk működés közben. Elindulok a következő elemtől, tehát a tartomány második elemétől, sorra haladok majd felfele, és folyamatosan vizsgálgatni fogom az ott lévő értékeket, tehát a vizsgált értéket fogom összehasonlítani a tartományom alján lévő értékkel. Esetünkben a 82-t a 37-tel. Az az érdekes számomra, amikor a 37-nél kisebb értéket találok, a 82 nem az, úgyhogy nem is fog történni semmi, hanem megyek tovább. A 27-es viszont már azért lesz érdekes, mert ő már kisebb a 37-nél. Ha kisebb értékű elemet találok, akkor őt alulra fogom helyezni úgy, hogy ki fogom cserélni őt egy nagyobb értékkel. Ez a csere a következőképpen zajlik. Na most fogom azt a kis szürke nyilacskát egyel feljebb léptetni, és amilyen érték ott van, azzal fogom felcserélni azt a bizonyos kisebb értéket. Most a 82-es feljebb került, a 27-es pedig lejjebb. Minél jobban haladunk felfelé, annál látványosabb lesz majd ez a dolog, tehát ezek nem feltétlen két egymás alatt, vagy két egymás mellett lévő elemet fog kicserélni, ne értsük félre, hanem tartanak valahol az eddigi kisebbek, és tartok valahol én a vizsgálódásommal. Menjünk tovább. Lépek a harmadik helyre, ott van a 96-os érték, nem kisebb, nem érdekes, menjünk tovább. Következő helyen ott van a 30-as, a 30-as kisebb, mint a 37. Na ennek kellene majd a 27-es után kerülnie, úgyhogy a 27-esnél lévő nyilacska egyel feljebb lép, és az ott lévő értéket felcseréljük ezzel. Meg is történt. Haladjunk. 65-ös. Kisebb? Nem kisebb. Menjünk tovább. 18-as. Kisebb? Határozottan kisebb. Akkor a kis szürke nyilacska megint feljebb lép, és a 96-ost fogom felcserélni ezzel a 18-assal. Nagyszerű. Megy a vizsgálódás, ott van a 92-es érték, ami nem kisebb, aztán utána ott van a 30-as érték, ami bizony kisebb, úgyhogy akkor megint feljebb lépek, és a 4-esnél lévőt fogom felcserélni ezzel a 30-assal. Halad tovább, megy a vizsgálódás, 9-esnél nem, és előbb-utóbb elfogynak az elemek. Elértünk a végére. Ekkor már mindenkit előrébb mozgattunk, aki nála kisebb, több elem nincsen, úgyhogy a végén még jön egy utolsó, egy végső csere. A csere pedig úgy néz ki, hogy ahol éppen most áll az a kis szürke nyilacska,
oda fog kerülni az a bizonyos első elem a 37-esem, tehát az ott lévő értéket felcserélem ezzel a az alján lévő elemmel, esetünkben a 37-essel, és akkor most állt elő az, hogy a 37-es méltó helyére került, előtte van mindenki, aki nála kisebb, utána pedig az összes többi. Tehát ha minden igaz, most jönne az a rész, hogy meghívódik a függvény újra a 37-es alatti tartományra vonatkozóan 0-tól 3-ig, illetve az utána lévő tartományra vonatkozóan 5-től 9-ig. Ahol ugyanezek a folyamatok futnak, zajlanak, és előbb-utóbb mindenki a helyén lesz. Ennyi lenne lényegében a bemutatója ennek a működésnek. És akkor nézzük meg, hogy körülbelül maga az algoritmus akkor hogyan vázolható fel, hogy egy kicsit program közelibb legyen, de azért ne túlságosan. Hát megint itt van az N, az egésznek a mérete. Hát azért van itt, mert van, mert jó, hogyha tudjuk, hogy van mérete a számsornak, viszont ezt mi a programunk során nem fogjuk használni. Ugyanis a keretprogram most is úgy működik, hogy automatikusan meghívódik a quicksort függvény, a 0n-1-re vonatkozóan, tehát ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk, viszont a függvény hívásakor már bottom és top értékek lesznek, tehát lesz a tartománynak alja és teteje, és mi nekünk annak megfelelően kell megírnunk a függvény működését. És egyébként lesz akkor egy numbers, hát jó lehet, hogy a példában majd konkrétan a programon belül más lesz a neve. Tömbünk, ebbe vannak a számértékek, amelyeket majd rendezni szeretnénk, sőt lehet, hogy tartoznak hozzá majd másik tömbben szöveges értékek is. Oké, és ami fontos, van a tartomány alja, egy bottom érték, és van a tartománynak a teteje, egy top érték. Na, ezeknek megfelelően kell majd végezni a dolgunkat. Ezeket nem mi állítjuk be, ezeket paraméterként kapjuk a függvényen belül, szóval ezekkel már csak dolgoznunk kell, és nyilván a rekurzív híváskor jól meg kell határoznunk, hogy mi milyen tartomány aljjal és tetővel eszközöljük a rekurzív hívást. Emellett lesz egy K-érték. Ezt most azért emelem ki itt, mert itt is fontos lesz majd. A K fogja jelölni azt a helyet, ahova legvégül kerül majd az a bizonyos elem. A K lesz az, aki a szürke nyilacska volt, aki elindul az aljától, folyamatosan lépked felfelé, amikor van valami előrehelyezés egy kisebb elem miatt, és ő lesz az, aki végül azt fogja mondani, hogy ide kell kerülni az elemnek. Most ez az első rész, még csak a rekurzív hívást fogja mutatni, maga ez a kis átszervezés dolog nem lesz benne. Tehát mondjuk akkor egy quicksort hívásával a sorozatunknak a bottom top tartományát szeretném rendezni. Hogyan fog kinézni akkor ezen belül a függvénynek a törzse? Hát először is a bottom és top értékek alapján én eldöntöm, hogy a tartomány egyáltalán több elemből áll-e. Mert ha csak egy elemből, vagy lehet, hogy egy elemből sem, akkor nincs is dolgunk, nem is csinál semmit a függvény, akkor kész, ennyi volt. Amennyiben több elemből áll, akkor jön ez a kis átszervezéses történet, amit az előbb láttunk, kiválasztjuk az első elemet, elépakolgatjuk a kisebbeket, ő helyére kerül, és jók vagyunk. És miután ez az átszervezés megtörtént, akkor jön a rekurzív hívás. Meghívom a quicksorts függvényt, kétszer is. Először az alsó részsorozatra vonatkozóan, tehát a tartomány jelenlegi aljától a K-1-ig, szóval ahova az elem került, az előtti helyig, és ugyanígy a felső részre vonatkozóan K+1-től a jelenlegi tetőig. És akkor természetesen ismétlődik ugyanez a folyamat, lefut újra ugyanez a függvény, ettől lesz az egész ciklikus. Akkor fognak a rekurzív hívások elhalni, amikor már nincsen több elem az adott részsorozaton belül. A kérdéses már csak az, hogy ez az átszervezési folyamat hogyan néz ki. Úgyhogy egy picit pillancsunk rá arra is, ugyanúgy numbers tömbről beszélünk, ugyanúgy van egy bottom top, ez fontos, és akkor a K-t itt is megemlítjük, ugye ő azért mégiscsak egy index lesz, tehát megcímzem majd vele a tömbömnek az elemeit, és lesz egy I is, hiszen láttuk az előbb is, hogy azért volt egy zöld nyilacska, amelyik folyamatosan ment fölfelé, egyesével vizsgálgattam bele az elemeket, úgyhogy itt is szükség lesz egy ilyenre.
Hogyan indul maga a művelet? K-t beállítjuk a tartományom aljához. Direkt nem semmit írtam, direkt nem nullát írtam, tehát a tartományom aljára mutat a K. Az I pedig a második helyre, ami szintén nem azt jelenti, hogy kettes, szintén nem azt jelenti, hogy egyes indexű, hanem a tartományom alja után következő második helyre mutat az I. Ez fontos. Ezeket beállítottuk, és akkor indulhat a művelet. Megnézem, hogy az I-edik elem a sorozaton belül, az kisebb értékű-e, mint a... Na kicsoda, nem a K-adik, hogyha esetleg arra gondolnánk, ugye a tartományom aljánál lévő elem. Tehát mindig azzal az egyel hasonlítgatom össze az I-edik értékeket. Amennyiben azt tapasztalom, hogy ez az I-edik kisebb, na ilyenkor a K-t egyel feljebb léptetem, ugye most fordítva történik, mint ahogy általában megszokhattuk, mert most így célszerű, és akkor a K most egy olyan helyre fog mutatni, ahol mondjuk sanszos, hogy egy nagyobb szám van, úgyhogy ezt követi a csere. Ekkor fogom ezt a bizonyos I-edik kisebb elemet felcserélni azzal a K-adik vélhetően nagyobb elemmel. Ekkor nagyon jók vagyunk, az I lép a következőre, és akkor majd megint jöhet az következőnek az összehasonlítása. Egyébként amennyiben azt tapasztalom, hogy az I nem kisebb, akkor is ezzel folytatom, tehát akkor egyszerűen csak a K marad a helyén, és nem történik semmiféle csere. Szóval az I lép a következő elemre, és akkor a következő elemnél nézem meg azt, hogy kisebb vagy nem kisebb, de akkor már precízen oldjuk meg, előtte nyilván van egy feltétel, hogy az I az a végéhez ért, vagy nem ért a végéhez. Amennyiben nem ért a végéhez, akkor jön az, hogy vizsgálom a következő I-ediket, hogy kisebb vagy nem kisebb. És akkor ez lesz egy gyönyörű szép kis ciklusocska, ami akár egy sima forciklus is lehet. Bőven el tudom képzelni. Ugyanúgy zajlanak a folyamatok, megnézem, hogy kisebb, és hogyha igen, akkor K a következő, megtörténik a csere, ellenkező esetben nem, és akkor I lép a következőre, előbb-utóbb I el fogja érni a tartomány végét, mindenkit megvizsgáltunk, ekkor már csak egy dolog van hátra, a végső utolsó lépés, hogy felcserélem a K-adik elemet a bottomadik elemmel. Ugyanis K akkor most már oda mutat, ahol az utolsó, a tartományom alján lévő elemnél kisebb elem található, bírsz még követni, mert én már nehezen. És akkor a tartományom alján lévő elemet felcserélem ezzel a K-adik elemmel. És akkor hivatalosan a K helyén ott lesz az az elem, akit a helyére akartam mozgatni. Minden előtte lévő az nála kisebb, az utána lévők meg nála nem kisebbek. És hát akkor, ahogy az előző szlájdon láttuk, ezután a folyamat után jöhet az, hogy a tartomány aljától a K előtti elemig tartó tartományra vonatkozóan meghívom, illetve a K utántól a tartományom tetejéig. És... hát ennyi. Akkor már csak meg kell csinálni. Nem nehéz ez?